Üdvözlöm a nézőket Szegedről, Lakner Zoltán vagyok. Vendégeimmel két hetente nem napi politikáról, mégis közügyekről beszélgetünk kötetlenül és szabadon. Talán éppen olyan témákról, amelyekre a folyamatos hírözön alapzaja közepette igazán oda kellene figyelnünk. De mielőtt bemutatnám mai vendégemet, kérem iratkozzanak fel a Szeged Televízió YouTube csatornájára, ehhez a videó alatt látható feliratkozás gombot, utána a kis csengőt kell megnyomni, így nem maradnak le a frissen megjelenő tartalmainkról. A Facebookos nézőinket pedig arra kérem, hogy a követem gomb megnyomásával tartsák velünk a kapcsolatot. Legyünk minél többen. Köszönöm. Most nézzünk bele, miről lesz szó a mai műsorban. Az egy eldöntött szándékom volt, hogy ezeket is megpróbálok olyan tárgyilagosan, perfekcionizmussal közeledni, ahogy mondta, hogy közlöm az én véleményem, és közlöm a vitapartneremnek, vagy a karaktergyilkosoknak a véleményét is, és az olvasó próbálja eldönteni, hogy akkor hol van az igazság, ha van igazság, és ki mellé áll ezekben a dolgokban. Tehát úgy gondoltam, hogy anélkül nem tudom az én elmúlt 10 vagy 20 évemet úgy elgondolni visszamenőleg, hogy ne írjak 2012-ről, amikor néhányan antiszemitának kiáltottak ki, hogy ne írjak 2019-20-ról, amikor hazaálló zsidóbérenc nacionalistának kiáltottak ki, vagy legalábbis néhányan ezt mondták, és a legközelebbi barátaimmal való viszonyom átalakulásáról is. Tehát ha ezeket kihagyom, akkor nem érdemes megírni. Ennek így van, azt gondolom, kordokumentum jellege és értéke, hogyha beleírom azt, hogy ez a politikai helyzet hogyan fordított szembe bennünket, vagy hogyan távolított el bennünket egymástól, olyanokat is, akikkel éveken keresztül jó viszonyt ápoltam. Ezt nem volt könnyű megélni. Önéletrajzi könyvvel, mégpedig két kötettel ünnepelte 70. születésnapját Romsics Ignác, az egyik legismertebb és legelismertebb magyar történész. Ahogyan ő maga fogalmazza, az első kötetből kiderül, hogyan vált történésszé, a másodikból pedig az, milyen történésszé vált. Az összesen 900 oldalnyi visszaemlékezés azonban jóval több személyes történetnél, habár olykor éppen a személyességével lepi meg és gondolkodtatja el az olvasót. Romsics Ignác a tőle megszokott perfekcionizmussal családtörténetet, helytörténetet, tudománytörténetet és persze politikatörténetet is elénk tár, így nem csak az derül ki, hogy milyen történész lett belőle, hanem az is, milyen az az ország, a hazánk, amelynek a történelmével foglalkozik. Két részes beszélgetésünk második felében elsősorban arról lesz szó, miért vált ki gyakran izzó politikai vitákat a múlt kutatása. Köszöntöm ismét Romsics Ignácot. Erre a politikatörténet fejezetre próbálunk koncentrálni a beszélgetésnek a második felében. Ez viszonylag hamar kiderült, azt hiszem az ön pályáján, hogy habár igyekeztek is önt, még az állambiztonság is arra terelni, hogy inkább történelem kutatással foglalkozzon, mint a történelem napi alakításával, de a választott témája, ami a Horthy rendszer első időszakát érintette, illetve hát a tanácsköztársaságnak a periódusát, ez azonnal a politikai vitáknak a középpontja felé sodorta. Arra is kíváncsi lennék majd, hogy az egyes évtizedekben milyen kritikák érték ezt a munkáját, de először talán arra kérdeznék rá, hogy mikor tudatosult önben az, hogy miben nyúlt bele? Hogy amivel foglalkozik, az politikai megítélés alá is esik, bármennyire is szisztematikus történettudományi munkát folytat. Hát akarva akaratlanul nagyon korán tudatosult, mert az első még diákként elkezdett munkám, ami a 1919-es Kalocsa környéki parasztlázadásról, ellenforradalomról szólt, azzal az annak nagyon kalandos története volt szintén, mert a Debreceni Tudományos Diákköri konferenciára nyújtottam volna be, meg is jelent a rezümé a debreceni kötetben, de bemutatni már nem lehetett, mert hát úgymond ez volt, hogy 8 oldallal túllépte a terjedelmet, ez volt az indoklás, és ezért ott nem tudtam bemutatni. Azután, amikor Kecskeméten próbáltam megjelentetni a Forrásba,
akkor azt a baráti tanácsot kaptam az ottani jó ismerőseimtől, Zám Tibortól és másoktól, hogy hát ők nem vállalják ezt a kockázatot, ők egyetértenek azzal, amit írok, de ők ezt nem tudják közölni. Amikor a nézőknek ugye tulajdonképpen arról szól ez a tanulmány, hogy ott Kalocsa környékén nem szerették a tanácsköztársaságot. Ennyi fogalmazva nem szerették a tanácsköztársaságot, sőt kifejezetten hát ellene fordultak, és ezt akkor ott nem merte a forrás lehozni. De azt a tanácsot adták, hogy küldjem el a Valóságnak, amely Pesten van. És hát ez a korszak egy meghatározó folyóirata. Igen, többet megengedett magának. Én évek óta akkor már a Valóság olvasója voltam, sőt, egy-két recenziót is írtam a Valóságba. Tehát tulajdonképpen a Valóság tudta, hogy én vagyok. Aha. Mégis valószínűleg meglepte őket, amikor egy borítékban megkapták ezt az egész dolgozatot, hogy mi legyen ezzel. Eltelt egy vagy két hét, és a levéltárban csörgött az egyetlen telefon, ami az igazgatónak az irodáján volt, egy nagy hodályban volt akkor a kecskeméti levéltár, és Sükös Mihály jelentkezett be, aki a fiataloknak talán semmit nem mond, ő a 60-70-es éveknek egy irodalmára volt, aki például azt hiszem az Üvöltés című kötetet, a Beat irodalomnak a antológiáját szerkesztette, és általában az angol szász irodalom fordítója és ismerője volt, és azt kérte a maga elegáns stílusába, hogy szíveskedjek fölfáradni a szerkesztőségbe, amikor erre alkalmam van, stb. Fölfáradtam, és ott a főszerkesztő, a Sükösd, a Lázár fogadtak, és kiderült, hogy valójában semmi változtatás nem kérnek, az úgy közlik, úgy közlik, ahogy van. Egyedül a jegyzeteket hagyjam el, mert az nagyon megnövelné a terjedelmet, és azt mondták, hogy ők mondták, ez jegyzetek nélkül is megáll a lábán. Semmi változtatás nem kértek. És utólag tudom persze, hogy ennél óvatosabb dolgok voltak ők is, mert a szerkesztőség több tagja közel állt Acél Györgyhöz. Huszár Tibor, Vitány Iván és mások. És az Acél irodát megkérdezték, hogy hát van itt egy ilyen szöveg, mi legyen vele. És végül abban maradtak, hogy mivel ez nem országos érvénnyel állítja azt, hogy a tanácsköztársaság bázisa minimális volt, hanem csak Dunatisza közi érvénnyel, ezért jöjjön, közöljük. Nos, leközölték egy az egybe, és... Tehát ez ilyen... még máshol szerethették a tanácsköztársaságot. Igen. Itt nem szerették, de máshol igen. Mert itt volt a kalocsai érsekség, meg stb. És ez azt hiszem, hogy a pályám alakulásából ennek egy döntő jelentősége volt, hogy nem a forrásban jelent meg, hanem a Valóságban, mert tényleg a legolvasottabb társadalomtudomány és a legjobb társadalomtudományi folyóirat volt akkor, mert ezt követően három állásajánlatot kaptam. Egyiket a ELTE jogi karáról, ahol Magyar György akkor kezdte szervezni Biharival, Slettel és másokkal a politológiai tanszéket. A másikat Huszár Tibortól, aki az ELTE szociológia tanszékét vezette, és ott egy történeti szociológiai, lényegében társadalomtörténeti kutatócsoportot akart létrehozni. És a harmadikat Ránki Györgytől, a Történettudományi Intézet igazgató helyettesétől, de facto igazgatójától, aki rám már korábban a tudományos diákköri konferenciákon fölfigyelt, és szóba is elegyedett velem, és egyszer már ajánlott is nekem egy állást, amit nem fogadtam el, mert 40 utáni történelmmel kellett volna foglalkozni, és azt tudtam, hogy az kockázatos. Most viszont a Ránkitól is kaptam egy állat, azzal, hogy nem kell 40 utáni, nem kell dualizmus, Hortikor, ez a maga területe, megvan a Lackó Miklós volt az osztályvezető, ezt ő is támogatta tulajdonképpen, és ezzel eldőlt az, hogy melyik a Történettudományi Intézetbe. Közben persze Kecskeméten is nőtt az ázsióm ennek következtében, itt igazgatóhelyetteséget ajánlottak a levéltárba, és ezek közül a lehetőség, ez olyan meseszerű. Ez az. Tehát mindenféle protekció nélkül egy írás alapján egyszerre hirtelen érdekes lettem, és fágyik ilyen élethelyzetekre, hogy ilyen döntőt kell hozni. Igen, pontosan, és tényleg nagyon örültem, és nagyon boldog voltam, és a Ránki mellett, illetve a Történettudományi Intézet mellett döntöttem, mert akkor szerintem is, de szerintem mások szerint is ez volt a magyar történetírásnak a központja, a zászlóshajója. Jobb volt, szabadabb volt, liberálisabb volt, mint az egyetemi tanszékek. Ezt azt hiszem nem csak én képzelem bele, hanem ez így is volt, és ebben azután nem is csalódtam a későbbiekben. Noha, konfliktusom ott is támadt, érdekes módon, hogy nagyon sok munkahelyen támadt konfliktusom. De ott más miatt.
Na jó, de itt miért? Itt a téma miatt támad konfliktus, ahogyan... A Történettudományi Intézetben? Igen. Nem egyszerűen a téma miatt, hanem ahogy a témához hozzányúltam. A Történettudományi Intézetben... Most már nem a tanácsköztárságról, hanem kifejezetten a Bethlen felé orientálódunk. Igen. A tanácsköztárságról, illetve a tanácsköztárság alatti dolgokról készített írásaimat a Történettudományi Intézetben kifejezetten lelkesen, elfogadóan viszonyultak hozzá. Lelkesen fogadták, vagy egyetértően fogadták. Ám amit azt, kaptam egy megbízatást, ahogy oda kerültem, az egyik az volt, hogy ezt csinálják ebből egy kis könyvet, az elkészült. A másik, hogy írjak a Bethlen konszolidációról, a Horthy korszak első időszakáról egy akkor futó ismeretterjesztő sorozatban 10 éves kis kötetet, ami a magyar históriának neveztek, Gondolatkiadó adta ki, és az egész magyar történet lényegében átfogta, sok képpel díszítve. És abban a 20-as évek, ez gyorsan elkészültem, tehát ez nem egy kutatáson alapuló könyv volt, hanem a meglévő könyvek, forráskiadványok alapján értelmeztem ezt a 10 évet, és az értelmezésem az eltért az akkori kánontól. Ezt nem fogadták örömmel, vagy jó néven, és ha visszagondolok rá, de hát nem nehéz visszagondolnom, mert elég sokat végig gondoltam azt követően, 2-3 olyan probléma volt, amit én másként láttam, másként írtam, mint ahogy azt elvárták, és ahogy az ottani vezető történészekhez korábban írták, a Ránk is például. Az egyik az volt, hogy a Horthy rendszert én nem gondoltam, hogy fasizmus volt, hanem se diktatúrának, hanem korlátozott parlamentarizmusnak. A Történettudományi Intézet tulajdonképpen ebbe az irányba mozgott, mert Nemes Dezsőhöz képest és a Párttörténeti Intézethez képest, ahol egy fasiszta diktatúrának tartották, és Bethlent is fasisztának Horthyval együtt, ahhoz képest a Történettudományi Intézet egy sokkal tárgyszerűbb álláspontot foglalt el, de mégis sok volt nekik, amit én Kerekperec ezt leírtam, hogy ez egy korlátozottan, de mégis egy parlamentáris rendszer volt, amelyben volt parlament, volt pluralizmus, szellemi, politikai, és itt ez volt az egyik. A második, a Klebersbergi kultúrpolitikának a túlértékelése. Arról nagyon rosszat írtak, nem tudom milyen oknál fogva, pedig hát az egyik legnagyobb fejlesztést akkor hajtották végig a közoktatásban Magyarországon, és hát ennek elég volt megnézni az adatait, hogy a költségvetésből mennyit fordítanak oktatásra és kultúrára általában, és általában úgy képzeltem én el magam akkor, hogy itt van egy olyan történelmi szemlélet, amely nem egyezik azzal a faktológiai ismeretanyaggal, amit én az újságokból, a levéltárból megszereztem. Tehát én ezt próbáltam érvényesíteni, és meg azt sem mondom, hogy a kockázattal nem voltam tisztában. Kockázattal is tisztában voltam, és azt szerettem volna inkább, ha tovább a fű alatt tudok dolgozni, de miután ezt a munkát rám bízták, ezt megcsináltam, hazudni nagyon nem akartam, és a harmadik olyan dolog az a Trianon volt. Tehát azt mondták, hogy túl dramatizálom Trianonnak a jelentőségét, nem volt az olyan nagy katasztrófa, és egyáltalán nem szabad a szomszédokat ingerelni, nem szabad olyan térképet közölni, amely mutatja, hogy a határ mellett összefüggő magyar sáv helyezkedett el. Úgyhogy ebből a három dologból keletkezett ott egy olyan vita a kéziratom kapcsán, a kéziratom. Szokás volt, hogy a fiataloknak, idősebbeknek a kéziratát kollektívan megmutatják. Munkahelyi vita, így van. Szokás volt, hogy ott Ránki, aki engem korábban nagyon támogatott, és tulajdonképpen utána is, az elragadtatta magát, és azt a kijelentést tette, hogy ezzel a szemlélettel ebbe az intézetben nem lehet dolgozni. Vagy változtassa meg a szerző a szemléletét, vagy le is út, fel is út. Ezt megbánta Ránki a későbbiekben. Ő ezt nem mondta soha, de számos módon érzékeltette velem, hogy megbánta, és éreztem továbbra is a támogatását. Föntartással, de a támogatását. Külföldi ösztöndíjaknál, egyebekről. Ha a Ránki nem akarja, ez a kötet soha nem jelent volna meg. Tehát ez kellett a Ránkinak a hozzájárulása, ami a legfontosabb volt, mert a kiadó is nagyon megijedt, a Gondolatkiadó, hogy mi lesz itt. És aztán végül hosszú, egyeztetések után először részben az intézetben, utána a Gondolatkiadónak a lektorával, aki egyébként most Kanadában éli életét, hogy mi maradjon benne és mi maradjon ki. Itt kompromisszumokat kötöttem. Például jól emlékszem rá, hogy volt egy olyan mondat, amiben engedtem, és az kimaradt belőle. Ez az volt, hogy a kommunista mozgalom a két világháború közötti Magyarországon inkább volt kitűzött zászló, mintsem valós társadalmi bázissal rendelkező mozgalom. Amit viszont később becsempészett egy másikból becsempészett. Eltelt 4-5 év,
és akkor ezt is le lehetett írni. De ebből kihúztam, viszont ahhoz a térképhez, amely mutatta azt, hogy a trianoni döntés etnikailag mennyire igazságtalan volt, az viszont én ragaszkodtam. És végül úgy jelent meg a kötet, hogy ma is vállalható, és ma is vállalom, és a Helikon kiadónak az életmű sorozatában újra megjelent, a 18-19-es munkámmal együtt, mindenféle változtatás nélkül. Tehát a dolgok változtak körülöttem, de az én fölfogásom a Hortikorról és 19-ről, tanácsköztárságról, Károly Mihályról, az nem változott. Nos, ezután, a vita után én mindent megkaptam a történetőm a intézetbe, amit mások fiatalok, tehát semmiféle hátrányt nem részesültem. 1981-ben először hivatalosan voltam Párizsban 2 hónapos ösztöndíjjal, utána 1984-ben Mainzban fél évig az ottani Európai Intézetben, úgyhogy ezek óriási, hát Erdélyben többször is, mert hogy a vita után a Ránkival való beszélgetésnél, aminek a lényege az volt, hogy Ránki azt mondta, hogy nézze, hogyha magát az annyira érdekli ez a 20-as évek, és ezt a Bethlent ilyen komoly politikusnak tartja, akkor írjon róla egy könyvet. Írjon egy életrajzot. És innentől kezdődően senki nem háborgatott, én folyamatosan kisebb-nagyobb megszakításokkal, Bethlennel foglalkoztam, és egy nagy kutatást végeztem, mondhatom, Magyarországon is, a Bonni külügyi levéltárba, Londonba, Párizsba, Olaszországban, Rómában nem, ott dokumentumkötetek alapján, Erdélyben is, úgyhogy egy olyan azon nevetek, hogy újabban mondják néha, hogy a Bethlent is újra kell írni, mert az nem úgy van, ahogy magamban mosolygok, hogy hát ha annyit fogsz kutatni, mint amit én kutattam, akkor írhatsz esetleg egy új Bethlen könyvet, de teóriákból kiindulva nem fogsz tudni túllépni rajta, mert amit én írtam, az tényeken alapul. Ezeket a tényeket nem lehet megváltoztatni, vagy olyan adatokon alapul, amelyeket nagyon sok helyről kaparáztam össze. Mi az, amit ma számon kérni? Nem tudom ki az ön Bethlen életrajzán, milyen hát nézze, szempontból. Nem akarom megnevezni, de az elmúlt években időnként voltak velem kapcsolatos viták, hogy így mondjam, de csúnyább szót is használhatnék rá, tehát azt is megmenném kockáztatni, hogy karaktergyilkos törekvések is megnyilvánultak velem kapcsolatban, vagy ellenem, amikor egy történelme soha nem foglalkozó ember, ugye azt mondta, hogy a Bethlent is újra kell írni, mert a Rómsics azt is eltorzította és meghamisította. Úgyhogy ez néha elkeserít, de inkább megmosolyogta, hogy megnézem azt az embert, aki ekkora kutatással fog betlerülni. Na, visszakanyarodva. Tehát a Ránki azt, hogy senki nem háborgatott, és én innentől kezdődően a 90-es, 91-es megjelenésig Bethlennel foglalkoztam, és épp a rendszerváltás időszakára készült el, és jelent meg. Nem tudom, mi lett volna a fogadtatása akkor, ha még Kádár rendszer van, így egyértelműen pozitív volt akkor a fogadtatása. Akinek nem tetszett, voltak ilyenek, Balos barátaimnak, azok akkor ezt a véleményüket nem mondták, vagy visszatartották. De általában véve, ami a nyilvánosság előtt megjelent, az egyértelműen pozitív volt, azóta több kiadás megért, kiadták angolul, és hát azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy ez volt az, amivel a szélesebb közönség előtt is én történészé váltam, és történészként megismertek. De hát eddig hosszú út vezetett. Ami miatt erről ez a vita folyt, még a 80-as évek elején, az ön... 79-ben. Még pláne, az, ha jól értem, akkor két dolog volt, vagy két oka lehetett ennek. Az egyik az, hogy hogyan értékeli a Horthy rendszert, az egy politikai legitimációs kérdés. Tehát ugye, hogy a szocialista, magát szocialistának nevező rendszer ahhoz képest kínál egy rendszer ajánlatot, ahhoz képest minősíti magát. Talán ez lehetett a baj Klibelsberggel is, hogy sehogy nem illett bele az a közoktatási politika abba a történelem felfogásba, hogy ezt a fajt, amiről beszéltünk korábban, a társadalmi mobilizációt tulajdonképpen 45 után találták fel, ez nem lehetett ezzel összeegyeztethető. A Trianon problematika pedig egy ilyen nagyon különös helyet foglalt el, amennyire én tudom, a 45 utáni magyar történelem felfogásban inkább nem beszéltek róla, hiszen ez döntően a szocialista országokkal való szövetségi rendszernek a témakörét érintette. Tehát nem volt nagyon illendő ezt piszkálni, és nem, ilyen formán nem is nagyon volt róla
hivatalos mondani való. Lehet tudni, hogy nem tudom, Kádár János időnként elmagyarázza Brezsnyevnek a különböző tárgyalásokon, hogy miért más a magyar szemlélet ezzel vagy azzal kapcsolatban, de hát ez nem képződött ebből egy olyan politikai prioritás vagy álláspont, ami lehetővé tette volna, hogy ezen a szinten foglalkozzanak. Ez nagyjából így volt azzal a kiegészítéssel, annyit tennék hozzá, hogy ugye minden rendszernek, vagy legalábbis itt a mi történelmünkben, minden rendszernek az egyik legitimációs eszköze az, hogy az őt megelőző rendszert, amit fölváltott, azt a lehető legfeketébbre fesse, hogy ő szemnek látszódjon. És ez 1945 után főleg az Anticsféle történelmi szemléletre nagyon jellemző volt. A Horthy korszak elejétől végéig fasizmus volt, és minden vezetője fasiszta volt. Ettől a szemlélettől 56 után, 60-as években Ránki, Lackó Miklós jelentős mértékben eltértek. Az azonban, amit én értem, az túllépett még talán azon is, amit ők gondoltak erről a korszakról, tehát még pozitívabban mutattam be, nem állítottam, nem gondoltam is most sem, hogy az demokrácia lett volna, de azért azt igen, hogy ott azért egy pluralista parlamentarizmus érvényesült, kommunistákat kizárták, volt zsidóellenes diszkrimináció, de mégis egy plurálisan berendezkedett parlamentáris rendszer volt, a 19. századi liberális intézményrendszert megtartva, és azt autokrata módon működtetve. Na most a Trianonnal kapcsolatban pedig az volt a helyzet, hogy a 47 után, amikor megkötötték a 47-es párizsi békét, és ami Trianon tulajdonképpen érvénytelenítette és újraalkotta, azt követően ez hiányzott a magyar közbeszédből is, és a magyar történeti irodalomból is. Trianonról a 80-as évek elején írt először, nem, Elna Zsuzsa már írt a 70-es években a 18-19 és a nagyhatalmi politikáról, de aki ezt igazából először kutatta és új könyve jelentkezett, az Ormos Mária volt, a Páduától Trianonig, azt hiszem, című könyvében, és ott ez is, de addig ezt hallgatás övezte. Ezeket valóban arról volt szó, tehát itt a szovjet táboron... Megemlítése és nacionalizmusnak számít. Szovjet táboron belül vagyunk, a szocialista internacionalizmus, ez majd meg fogja oldani a nemzetiségi kérdést. Volt egy ilyen naív internacionalista szemlélet az 50-es, de még a 60-as években is. Ám a 60-as évek végétől kezdődően ez lassan kezdett változni, ami azzal is összefüggésben volt, hogy a románok és a Szovjetunió viszonya megromlott, és a Szovjetunió kevésbé nehezményezte, vagy egyáltalán nem nehezményezte azt, hogyha Magyarország Romániával szemben a kisebbségi jogokat kezdi emlegetni. Ennek volt eredménye az, hogy 1974-ben már született egy olyan kulturpolitikai állásfoglalás, amely elismerte a kulturális nemzetnek a jogosultságát, és azt, hogy a magyar államnak feladatai vannak a határon túli magyarsággal kapcsolatban. Ez nem volt egy széles körben népszerűsített állásfoglalás, és nagyon lassan haladt ez előre, de például, hogy az idő változott, maga Kádár is változott, az mutatja, hogy 75-ben Kádár először beszélt arról, hogy a Helsinkiben, hogy itt van egy 1000 éves magyar állam, amelynek egyik része külföldön, külföldi államokban él. És innentől kezdődően lassan, lépésről lépésre kezdett ez a magyar politikába belekerülni, annyira, hogy 1985-ben hosszas gondolkodás és morfondírozás után a pártvezetés eldöntötte, hogy létrehoz egy olyan intézetet, amely a határon túli magyarokkal foglalkozik jellemzően vagy meghatározóan. Ez volt a Magyarságkutató csoport, ahol én munkatársként, illetve megbízott igazgatóhelyettesként dolgoztam 1986-tól 1990-ig. Egy fél mondattal említett, és majd a Magyarságkutató csoportról is szeretném kérdezni, de az előbb egy fél mondattal említette azt, hogy ha jól értettem, hogy különösen ebben a térségben szokás az, hogy feketére fessék a megelőző történelmi korszakot, ez egy ilyen közép-európai sajátosság? Nyilván másutt is vannak rendszerlegitimációs narratívák. Igen, ilyen nagy politikai fölfordulással járó politikai váltások, vagy akár egész struktúraváltások, mint gyakori. Kelet-Európában, a 20. században, ilyen nem volt azért, mondjuk se Franciaországban, Nagy-Britanniában, meg különösképpen nem, és az Egyesült Államokban se, hogy indokolt lett volna. Mindig voltak különböző fölfogások, amelyek a szakmán belül vitatkoztak egymással. De az, hogy hogyan oktatják a történelmet,
történelmet mondjuk Franciaországban, vagy máshogy, ez nem változott olyan gyakorisággal és olyan radikálisan, mint ahogyan Magyarországon változott ez, ugye 19 után, 45 után, 56 után is, és legfőképp most a rendszerváltás után ismét. Tehát ez egy nagyon gyakori váltás, és ezek a, ahogy mondtam, ezek a rendszerek mindig valahogyan a múltat is újra akarják értelmezni, és gyakran a történészek tudásával szemben akarják újra értelmezni. Ez mennyire befolyásolja a történésznek a napi munkáját, vagy mennyire egy adott történész személyes integritásán múlik az, hogy ő kizárólag a tudomány eszközeivel hajlandó dolgozni, vagy esetleg meghajlik egy megrendelés felé. Igen? Az utóbbi. Tehát ez egy személyes döntés. Mindig, igen, igen, mindig volt. Tehát a hatalomnak mindig a Horthy korszakban is, Kádár korszakban különösen, most is megvannak az igényei, a szempontjai, és hogyha ez egyezik az én tudományos meggyőződésemnek, akkor tulajdonképpen jó szívvel mellé állhatok. Ha nem egyezik, akkor viszont az egyéniség, a személyiség dönti el azt, hogy vállal-e egy propaganda szerepet akár jobb meggyőződése ellenére, vagy pedig kitart a tudományos meggyőződése mellett. Ebből adottak önnek szakmai, emberi konfliktusai? Ezt azért kérdezem, mert aki még nem olvasta a könyvet, az nem tudhatja, hogy engem kifejezetten meglepett és pozitívan lepett meg, és kicsit meg is rendített, megmondom őszintén, hogy minden személyeskedés és minden intim pistáskodás nélkül az olvasó elé tárja azt, hogy különböző vitahelyzetekben mit képviselt a vitapartnere, hogy adott esetben barátságok hogyan rendültek meg egy-egy szituációban. Ez tényleg megrendítő volt olvasni. Megélni is megrendítő volt. Biztos vagyok benne. Egyrészt arra is kíváncsi lennék, hogy amikor a kötet koncepcióján gondolkozott, akkor mit mérlegelt azzal kapcsolatban, hogy meddig menjen el személyes ügyekben, másrészt pedig erre lennék kíváncsi, hogy a politikai okból történő gerinc meghajlás az milyen gyakori tapasztalata az önt körülvevő szakmai világban. Hát nagyon nehéz ebbe általánosítani, mert nem látok bele az emberekbe, hogy és mit van. Csak az eredményt látja? Az eredményt látom, és azt is nehéz eldönteni X-ről vagy Y-ról, hogy ezt meggyőződésből mondja, vagy pedig politikai elvárásnak tesz eleget. Úgyhogy egyszer egy alkalommal az egyik jó kollégámnak, barátomnak ezt föl is tettem ezt a kérdést, hogy te ezt tényleg így gondolod, vagy pedig úgy érzed, hogy ezt kell tenned. Nem kaptam rá választ, úgyhogy továbbra is nyitva van. És ez egyébként dilemma volt, amikor a könyvet írta, nem, hogy meddig menjen ebben el? Nem. Hát szóval ha az ember tudatosan kozmetikázni akarja a múltját, akkor nem érdemes hozzákezdeni egy ilyen munkához. Természetesen a nézőpontom az a mostani nézőpont, a mostani helyzetből és az én nézőpontom. Tehát nem állítom, hogy ebben nincsen valamiféle szubjektivizmus. Abban, ahogyan én ezt összeállítottam az adatokat. De az egy eldöntött szándékom volt, hogy ezeket is megpróbálok olyan tárgyilagosan, perfekcionizmussal közeledni, ahogy mondta, hogy közlöm az én véleményem, és közlöm a vitapartneremnek, vagy a karaktergyilkosoknak a véleményét is, és az olvasó próbálja eldönteni, hogy akkor hol van az igazság, ha van igazság, és ki mellé áll ezekben a dolgokban. Tehát úgy gondoltam, hogy anélkül nem tudom az én elmúlt 10 vagy 20 évemet úgy elgondolni visszamenőleg, hogy ne írjak 2012-ről, amikor néhányan antiszemitának kiáltottak ki, hogy ne írjak 2019-20-ról, amikor hazaálló zsidóbérenc nacionalistának kiáltottak ki, vagy legalábbis néhányan ezt mondták, és a legközelebbi barátaimmal való viszonyom átalakulásáról is. Tehát ha ezeket kihagyom, akkor nem érdemes megírni. Ennek így van, azt gondolom, kordokumentum jellege és értéke, hogyha beleírom azt, hogy ez a politikai helyzet hogyan fordított szembe bennünket, vagy hogyan távolított el bennünket egymástól, olyanokat is, akikkel éveken keresztül jó viszonyt ápoltam. Ezt nem volt könnyű megélni. De azt hiszem, hogy most már túl vagyok rajta, és különösebb érzelmi fölindulás nélkül tudok erről beszélni, amit akkor, amikor ezek zajlottak, akkor nem így volt. Soha nem gondolt arra, hogy hagyja a csodába az egészet, és azzal a reputációval, amivel rendelkezik, elmegy tanítani külföldre?
Hát ez egy életvitelszerűen, úgy értem. Egy idő után ezt nem ajánlják az embernek. Ez az életkorral függ össze? Igen, hát amikor én 40 éves voltam, vagy 50 éves voltam, akkor ezt ajánlották az Egyesült Államokban is, máshogy is. 70 évesen vagy 65 évesen, ezt már nem szokták ajánlani, legalábbis történészeknek nem. Az egy kifutó életkor ez, tehát ez nem merült föl bennem. A Berenté Iván talán 60 évesen költözött Kaliforniában. Berenté, az egy különleges dolog. Ez egy különleges dolog, tehát a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, előtte a Nemzetközi Gazdaság Történet, nem tudom, minek is az elnöke volt, és azt hiszem, hogy a Történész Világkongresszusnak is akkor vagy abban az időben választották meg az elnökének. Tehát a Berend egy nemzetközileg ismert és megbecsült magyarországi történész volt, gazdaságtörténész, én ezt nem mondhatom el magamról. Tehát én 60 vagy 70 évesen, de ez föl sem merült egyébként bennem. Lehetséges, hogyha kerestem volna, akkor találhattam volna ilyet, mert bizonyos megkeresések tulajdonképpen még a 2010-es években is voltak. Bátortalanul voltak, de föl sem merült bennem, hogy elmenjek Magyarországról. Hogyha már egyszer 50 évesen nem mentem el, Az is nehéz lett volna 50 évesen egy új életet kezdeni, egy új kultúrába, egy új nyelvbe, de azt talán még vállaltam volna, hogyha a családom ezt ambicionálja, de mivel nem ambicionálta, ezért azt nem, 60-70 évesen ez már nem merült föl bennem. Tulajdonképpen már konferenciákra sem nagyon járok. Tehát itt egy új generáció van, új szempontokkal, és a terep az övék. Próbálom néha eldönteni, hogy melyik generációnak lehet rosszabb a mai Magyarországon, annak a generációnak, amely megélte azt, hogy demokrácia lett 1990 után, és az összeszűkülését látja annak a térnek, aminek egyszer már a kitágulását megélte, vagy annak a generációnak, amelyik, én emlékszem például a hallgatóimmal azért kellett az előválasztás idején miniszterelnök jelölti vitákat néznünk, én is menet közben jöttem rá, hát ők még nem láttak ilyet. Tehát muszáj volt elemeznünk, és külön órákat tartanunk erről, mert hogy őnekik nem volt ilyen élményük, és nekem is csak menet közben állt össze, hogy ezért van ez az érdeklődés, tehát hogy még élményük sincs erről. Igen. Nem is tudom, hogy kérdésé hogyan tudom formulázni, szóval mikor érezte azt, vagy hogyan élhető az meg, hogy egyszer már megtörtént az, hogy ön azt írhatja Bethlenről, bárkiről, amit akar, demokratikus térben zajlanak erről viták, majd pedig eljutunk ismét odáig, hogy hát a hatalomhoz bekötött emberek adnak le különböző megrendeléseket, és valóban elképesztő, megalapozatlan kritikákat fogalmaznak meg. Ez az ő dolguk tulajdonképpen alapvetően. Én most is azt írom, amit én gondolok, ezért hivatalos elismerést nem kapok, de miután már korábban annyit kaptam, ezért jól megvagyok enélkül. És valójában van egy olyan dolog is, hogy én a Kádár korszakban szocializálódtam, ami ha nem is volt egy kemény diktatúra, de mégis egy egypártrendszer volt, és azért a cenzúra működött. És egy olyan időszakban próbáltam magam, vagy alapoztam meg a jövőmet, és nem idegen számomra az, hogy vannak megmondó emberek. Akkor is voltak. Nagyon érdekes, hogy ugye az első könyveimben, 80-as években valahogyan ez a Magyarország, ez hosszú történet, de lényeg az, hogy egy Balogh Sándor által szerkesztett kötet, Kossuth könyvkiadónál megjelent kötet nívódíjat kapott. És ugyanakkor kapott nívódíjat Berecz Jánosnak az Ellenforradalom tollal és fegyverrel című 56-ról írott könyve. És egy időbe vettük át egy rendezvényen a díjakat. És a Berecz előtte írt a Társadalmi Szemlébe és meg a Népszabadságba is egy olyan cikket, amelyben név nélkül engem is, amint a Horthy korszak rehabilitálóját bírált, név nélkül. És ez nyilván látszódott rajtam a Berechez való viszonyomba, és akkor a Berecz odalépett hozzám, átölelte a vállam, és azt mondta, nem kell mindent úgy merre szívni. Ez volt a Kádár korszak utolsó időszaka nagyjából a 80-as évek. Na, most a helyzet más, de ezt csak azért mondtam el. Komolyabban veszik magukat, vagy abban a szakaszban vannak, amikor komolyan veszik magukat. Na most itt fordított irányba mennek a dolgok, tehát akkor egy autoriter rendszerből jöttünk ki, egyre puhább rendszerből, és haladtunk a demokrácia felé.
Most pedig egy klasszikus parlamentáris demokrácia épült le az elmúlt években egy autoritatív rendszeré, amely most is több pártrendszerű, most is pluralista, és ezt szeretném hozzátenni, hogy az én könyveim, igaz, hogy állami támogatás nélkül jelennek meg, de megveszik annyian és olvassák annyian, hogy a kiadó örömmel adja ki, ami kiadhatja. Mindig mondtam nekik, hogy várja, majd egyszer szólnak, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy ez Rumsisnak jelennek meg a könyvei, de azt mondja az igazgató, hogy még nem szóltak nekik. Hát egyébként csak az a diszkrimináció, hogy van, amelyik könyv kap állami támogatást, van, amelyik megküzdjön meg magáért, ez, illetve hát nyilván a kiadók, az elárusító helyek körül is zajlik. Én ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok. Könyveim megjelennek, az egyetemen taníthattam, soha nem merült föl az, hogy ott bárki nekem megmondja azt, hogy én a Horthy korszakról, vagy akármiről mit tanítok. Tehát ilyen értelemben én szabadnak érzem magam a saját lehetőségeimen és a korlátaim belül. Nyilvánvalóan, hogyha politikai ambícióim lennének, vagy ha politikus akarnak lenni, akkor ez a helyzet másként nézne ki, de ezen az én pászmámon, vagy az én ösvényemen eddig legalábbis még akadályok nélkül tudtam mozogni. Mondom, elismerést nem kapok érte, de nem is várok. Hát abban az értelemben azt hiszem egy nehezebb utat választott, és nyilván ez az oka annak, vagy pontosabban ez vezetett ahhoz, hogy egy értékes életművet létre tudott hozni, ha megengedi, hogy így szembe dicsérjen, mert hogy a fönnálló politikai szekértáborok logikájában sokszor nem illeszthető be. Az életrajzban eljutottunk a beszélgetésben egy negyed órával ezelőtt a magyarság kutató csoportig. Azt hiszem, jól értelmeztem a könyvben, amikor ön baloldaliként definiálta magát, és egy Magyarországon a baloldalisággal, a magyarság kutató csoportban való működés és a határon túli magyarság életének, történetének a kutatása, ezek valahogy nem illeszkednek össze, az ön pályájában pedig ezek teljesen logikusan kapaszkodnak együvé, ugye a kutatási témájából, Betlemből adódott az, Trianonnal kapcsolatos kérdésekből adódott az, hogy a határon túli magyarokkal foglalkozni kell, és hogy ez semmilyen módon nem ütötte az ön meggyőződését, hogy persze elutasítja azokat a politikai törekvéseket, amelyek mondjuk a Horthy rendszernek bármilyen fajta újrateremtésére törekednének. Így van, de hogyha valaki ismeri Bíbó Istvánnak az életművét, vagy a Kovács Imléjét, vagy Jászi Oszkárét is, akkor tudja azt, hogy a baloldali demokratizmus, vagy a plebejus demokratizmus, vagy az elkötelezettség egyáltalán nem zárja ki a nemzeti elkötelezettséget, sőt, föltételezi. Ez Bíbónál is, és a hozzá közelállóknál is ez elválaszthatatlan volt. Azt sajnos érzékelem, hogy a magyar baloldalnál ez nem teljesen így van, és a magyar jobboldalnál sem így van. Tehát a magyar jobboldal nyilvánvalóan a plebejus demokratizmustól irtózik, meg általában a liberális demokratizmustól irtózik, a magyar baloldal pedig a valahogyan a kisebbségi kérdést és a nemzetiségi kérdést, vagy a nemzeti kérdést nem tudja úgy fölfogni, ahogy szerintem föl kellene fognia, és ahogy ez akár a francia baloldalnál, akár a mai német baloldalnál is természetes. Tehát a szociáldemokrata baloldal és más baloldali irányzatok is Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben, volt, amikor már két világháború között, de 40 után mindenképpen egy olyan átalakuláson estek át, amit a magyar baloldal nem követett, vagy nem akart követni. Voltak elszigetelt törekvések, tehát tudok mondani olyan szocialista politikust, akinél ez ugyanígy egyben volt, mint bennem, például Tabaldi Csabát, vagy Csokai Imrét, néhányat, de nem volt ez igazából általános. És ezért tehát a baloldalon engem valóban fönntartással kezeltek mindig, és most is úgy kezelnek. Ami nem változtat azon, hogy én magam baloldalinként azonosítom, vagy baloldalinak gondolom. De ugyanígy a jobb oldalon az, hogy én a Trianonnal kapcsolatban, meg a magyar kisebbségekkel kapcsolatban mit mondok, nem csak a baloldaliság elfogadhatatlan, ez is, mert én Trianont véglegesnek gondolom. Tehát azt gondolom, hogy itt egy olyan döntés született, és utoljára 47-ben, amely megváltoztatásának a feltételei nincsenek meg. Vagy amennyiben megpróbálkoznak vele, az kalandorságot jelent. Ezt a jobb oldalon sokan nem szeretik, ahol még mindig táplálnak olyan reményeket, hogy területeket lehet visszaszerezni.
Ez szerintem a nemzetközi helyzetnek a teljes félreismerése, és az ottani demográfiai helyzetnek is a teljes félreismerése. Tehát miközben messze menően támogatom, és nem most, hanem a 80-as években is messze menően támogattam, és akartam azt, hogy az anyaország egyfajta védhatalomként foglalkozzon a magyar kisebbségekkel a határon túl, és támogassa őket, és ezt most is akarom. Ez, hogy mondjam, nem tudom elfogadni az olyan fajta nézeteket, amiket az előbb idéztem, amelyek ezen túlmenően ismét revízióban gondolkodnak. Tehát ez szerintem félrevezető is, és semmi jót nem látom, hogy bármi jó kijönne belőle. Talán ez az egyik téma, melyen keresztül leginkább meg lehet érteni, hogy a történelem szemlélet az mit üzelhetne mondjuk a politika szemléletnek. Az ön kutatásainak egy jelentős része például éppen azzal foglalkozik, hogy Trianon létrejöttéhez, és aztán a Párizsi Békeszerződés létrejöttéhez, a nagyhatalmi politikák hogyan járultak hozzá. De nem ilyen sérelempolitikai megközelítésből, hogy velünk mi történt, hanem abból a megfontolásból, hogy hát melyek azok a nemzetközi adottságok, amelyek között például egy Magyarország méretű ország érdeket tud érvényesíteni, vagy érdeket nem tud érvényesíteni. Azért én ebből talán politológusként is kihallok valamiféle szemléletmódot, ami arról szól, hogy hát nem biztos, hogy sokra megyünk azzal, hogyha naponta felsoroljuk a vélt vagy valós sérelmeinket, eltakarva esetleg azokat a problémákat, amelyeket Magyarország okozott, vagy a magyar politikai elit okozott másoknak, és hogy egyébként a bejátszható mozgástér is kínál lehetőségeket, és talán célszerű lenne azokat keresni, azokat a tényleges lehetőségeket, mint például arról álmodozni, hogy mit, mikor, hova csatolunk vissza. Igen. Jó. Egyetértek. Egyetértek, úgyhogy ezt én is, hát néha mosolyogva, néha aggodalommal figyelem, hogy milyen mértékben nehéz vagy lehetetlen tudomásul venni sokaknak, hogy akkora ország vagyunk, amekkora, és a lehetőségeinket ehhez kellene méretezni. Ennek tulajdonképpen mi azok? Egyszer beszélgetni volt módon Bészabó János történésszel a Mohácsi csatáról írt könyve kapcsán, és azt a rendkívül okos kérdést föltettem neki valamikor a beszélgetés közepén, amikor nagyon sok mindent elmondotta az Oszmán Birodalomról és a jagelló Magyarországról, hogy tulajdonképpen mondja el, hogy mi az oka annak, hogy elvesztette Magyarországa, vagy a magyar hadsereg a Mohácsi csatát. Sejtem, mit mondott? Azt mondta, hogy hát erősebb volt az Oszmán Birodalom. Igen, és egyébként igen. A tatárjárással kapcsolatban igen. Is volt egy beszélgetés, és ugyanezt a választ adta. Ezt miért olyan nehéz elfogadni? Persze a vereséget nehéz elfogadni, de hogy tulajdonképpen miért könnyebb ezekbe az álmokba menekülni, meg a sérelempolitikai magyarázatokba menekülni, meg az összeesküvés elméletekbe menekülni? Mert úgy tűnik, hogy ennek a történelmi szemléletben is megvan a maga helye, nem csak a napi politikai gondolkodásban. Szóval miért olyan bántók a tények? Hát nézze, ezt én megértem, hogy bántók, tehát nem könnyű elfogadni azt, hogyha Trianonra gondolunk, hogy egy olyan döntést hoznak, amely nem egyszerűen nemzeti államokat hozott létre az osztrák-magyar monarchia helyén, hanem olyan több nemzetiségű államokat, amelyek kicsiben reprodukálták az osztrák-magyar monarchia nemzetiség összetételét. Ha itt Trianonban olyan döntést hoznak, amely a határmenti összefüggő magyar többségű területeket Magyarországnál hagyja, akkor egy problémája maradt volna a magyar szomszédságpolitikának, a Székelyföld. És akkor az egy tárgyalási úton valamilyen módon valószínűleg lehetett volna megoldást találni rá. De a frusztráció azért volt olyan nagy, mert nem csak nemzetiségi területeket csatoltak el, hanem különböző indokokkal olyan területeket is, amelyek az anyaországgal, a trianoni Magyarországgal közvetlenül érintkeztek. Ez egy igazságtalan döntés volt. Ezt se a románok, se a szlovákok még kevésbé nem szeretik hallani. De attól ez így van. Tehát és ehhez nem kell, hogy mondjam, olyan nagy tudás ezt belátni, de a belátás onnan hiányzik. És a Mohácsi csata esetében, ezt még értem, ez még mondjuk három nemzetekre van. Ezt befejezem ezt a... Tehát ugye azt, hogy... És ezt követően a lakosság mozgásokból azután az is kiderült, hogy 1920 után 400 ezeren, 1945 után is nagyon sokan jönnek át az elcsatolt területekről Magyarországra,
ezek itt élnek közöttünk, és érthetően a szülőföldjük ott van, tehát olyan fajta érzelemmel, nosztalgiával gondolnak arra, amit én meg tudok érteni. Igen. De éppen itt lenne mindenfajta állami politikának és állami ismeretterjesztésnek a feladata, hogy egy állampolgári nevelés keretében ne ezekre a nosztalgikus érzelmekre játszol rá, hanem a realitásokból kiindulva próbálja velük ezt a helyzetet megértetni, ad abszurdum elfogadtatni. És én azt gondolom, vagy sokáig azt gondoltam, hogy az Európai Unión belül, az Európai Unió maga az erre egy jobb lehetőség, ma is azt gondolom tulajdonképpen, mint a nemzetállami projektek, amelyeknek a vesztesei kiszámíthatóan a kisebbségek lesznek, és így a magyar kisebbségek is, ha ez a szenárió valósul meg. Bízom benne, hogy nem, és tulajdonképpen, ha most belegondolok, akkor ha összehasonlítom a 80-as évekkel, vagy a 70-es évekkel, amikor én elkezdtem külföldre járni először, már a szomszédos országba, hát azt nem lehet összehasonlítani, hogy mennyivel jobb ma a helyzet. Tehát akkor a könyveket csempészni kellett, és gyakran elvették az embertől. Nem aludhattunk az ismerősöknél, a barátoknál, például Romániában, mert tiltott volt. Ma szabadon járunk, elünk, a könyvek úgy áramlanak, ahogy akarjak. Én az utolsó 10 évben a Kolozsvári Bábesbolyi Egyetemen tanítottam, úgy, hogy Bukarestbe akkreditáltak. Ez elképzelhetetlen lett volna a korábbi időszakban. Tehát van egyfajta javulás, és ezt összekötöm a 89 utáni demokratikus átalakulással és az Európai Uniós eszmével is valamilyen módon. Tehát, de a probléma az, vagy az is, hogy az állami tömegkommunikációs eszközökben nem ennek a hangsúlyozása zajlik, hanem éppen ellenkezőleg a sérelmeknek hangsúly, amelyek vannak, de például a Csíkszereda melletti katonatemetővel kapcsolatos Herce utcáról sokkal többet hallottunk, mint arról, hogy milyen román-magyar együttműködés zajlik. Tehát itt fontosnak tartanám az állampolgári nevelést, amely ebből a szempontból is hiányzik. Most ugye az volt a kérdés, hogy a Mohácsot miért nem tudjuk el. Hát az 500 év. Hát, szóval én szerintem azért a Mohács nem foglalkoztatja úgy az átlag embereket, mint Trianon. Sőt, hozzáteszem, az átlag embereket Trianon sem foglalkoztatja annyira, mint amennyire ez a magyar televízióban, vagy a rádióban, vagy általában a tömegkommunikációban látszik. Ez döntően értelmiségi probléma, vagy értelmiségek által kreált probléma, amely, hát én az én rokonságomnak jelentős része az egy egyszerű ember, és ott él, ahonnan én előttem, és látom rajtuk, hogy hát őket a primér életszükségletek biztosítása befolyásolja elsősorban, és az az ambíciójuk, és az a törekvésük. És a Csíkszereda melletti nem jut eszembe, hogy milyen katonatemetőnek a sorsa, az kevésbé foglalkoztatja őket. De hát ettől értelmiség az értelmiség, hogy minket pedig foglalkoztat. Ez egy hosszú kitérő volt, és nem biztos, hogy válaszoltam a kérdésre, de mert az egy szociálpszichológiai kérdés is tulajdonképpen, hogy miért... Az érdekelt miért volna, van egy nyugvópont, tehát ha miért? Még Mohács csatán is lehet vitatkozni, ki tudja ezt akkor... Ki tudja ezt megmondani? Mohácsi csata szerintem nem... Bár ez se igaz, mert a magyar jobboldalnak egyik része képes volt a sokkal régebbi pozsonyi csatából is egy hát akkora ügyet csinálni, mint hogy azon múlna bármi. Igen. Egy utolsó dolgot hadd kérdezzek, azt hangsúlyozom, hogy ez nem egy lezárt életmű. Néhány évvel ezelőtt olvastam, Ferge Zsuzsának van egy ilyen interjú kötete, egy visszaemlékező interjú kötete, és engem nem tanított ő már, engem Ferge Zsuzsa tanítványai tanítottak, amikor én a szociálpolitikus diplomát szereztem, és van valami érzelmi közöm hozzá, és ezért nagyon olyan szívet melengető volt, amikor ennek az interjú kötetnek a vége felé Zsuzsa elmondja, hogy neki már tulajdonképpen nincsenek tervei, és így a életműve lezárásában van, majd 6 oldalon keresztül sorolta, hogy milyen projektekben van benne, és amikor 90 éves lett, ez 2 évvel ezelőtt történt, akkor nekem is volt módom egy kollégámmal interjút készíteni vele, és mondott egy nagyon érdekes dolgot, hogy mivel foglalkozik 90 évesen, azzal, mondta ő, aki egész életében az egyenlőtlenségeket kutatta, és a társadalmi igazságtalanságokat, hogy ő úgy érzi, hogy nem igazán ismeri az igazságosságnak a filozófiai hátterét, és ő ebbe ássa bele magát. Ez elképesztően imponáló volt, és egy kicsit ezt az érzést juttatta eszembe, amikor arról olvastam a könyv végén, hogy önnek milyen terve van, vagy mi az, amivel most szívesen foglalkozik.
Azt hittem, hogy amikor ez a könyv véget ér, akkor tulajdonképpen az én tudományos tevékenységem is véget fog érni. Tehát először egy nagyon pesszimista zárszót írtam. De mire eljutott a könyv, tehát azzal, hogy befejeztem. De ahogy eljutott a könyv a kiadóig, akkor érzékelnem kellett, hogy a dolog nincs befejezve. Bennem sincs egyénileg, tehát én sem vagyok kész arra, hogy föladjam az eddigi életemet, mint kiderült, de a EGRI anyaintézményem, ahol az elmúlt 10-15 évben tanítottam, az is visszahív tanítani még. Azt hittem, hogy a BBC History is egy hosszabb együttműködés lesz, de ez abba maradt. Viszont továbbra is megvannak a könyvek és az igény arra, hogy még írjak valamilyen könyvet, és úgy tűnik, hogy ez meg is valósult, és lehet, hogy még meg fog valósulni. Mert hogy a történetírásról ír. Igen. Sőt, ez már olyan szinten van, hogy a kiadónál van. Egy olyan, nem előzmények nélküli, mert volt egy ilyen munkám, hogy a Clio bűvöletében, meg a történész mestersége, tehát a historiográfiát és a történeti gondolkodást régóta, idézőben mondva, nyalogatom. Vagy járom körül különböző szempontból. Tehát a Kalocsa környéki parasztlázadástól, Bethlen Istvánon Magyarország történetén át végül is a utóbbi években eléggé foglalkoztatott az európai történeti gondolkodásnak a története, Hérodotosztól, az antikvitástól elkezdve egészen Harariig. Úgyhogy ez a munka, ami most a kiadónál van, ez kísérlet arra, hogy pontosabban arra próbáltam kísérletet tenni, de aztán rá kellett jönnöm, hogy a dolog bonyolultabb, hogy milyen ez a történet. Azt hittem, hogy ez egy előremutató, egy töretlen fejlődés, de nem. Nem, tehát itt a 5. századi aténi gondolkodás után, amely egy fölfoghatatlan csoda számomra, hogy ott filozófiában, történetírásban mikre jöttek már rá, azt követően a római történetírás is, a keresztény történetírásról nem is beszélve, és ez 1500 év, egy nagy visszaesés van. És ebből kicsit a reneszánsz, de különösképpen a felvilágosodás után kezd kikapaszkodni ismét az emberi gondolkodás, hogy aztán eljusson napjainkra, amikor, vagy az elmúlt évtizedekre, amikor minden fölborulni látszik. Tehát pesszimista pillanataimban néha azt gondolom, hogy semmit nem találtunk ki a görögök óta, semmi lényegeset nem találtunk ki. Noha Hegel is, meg Kant is erősen törekedtek rá, és talán nem is eredménytelenül, de tulajdonképpen a lényeg ott megragadható, és ez a lényeg, Ferge Zsuzsa, az igazságra való törekvés. Még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy többféle igazság van, nagyon nehéz a nagybetűs igazságot azonosítani, de mégis a múlt olyan fajta bemutatására, ami igaznak tekinthető, igaznak elfogadott, és nem valamiféle ideológiai, propagandisztikus múltábrázolást csinálni. Ezt a görögök kitalálták, és a 19-20. Századi történetírás különböző módokon megközelítésben azért mindig erre törekedett, egészen a posztmodernig, amely szerintem egy múló jelenség, és nem vagyok benne biztos, hogy ez tartósan meg fog maradni. Ha igen, akkor a klasszikus történetírásnak vége. Úgy érzem, hogy ez alkalmat ad arra, hogy később is beszélgessünk. Majd nagyon köszönöm Lacsincs Ignácnak, hogy itt volt, és beszélgethetünk. Én is köszönöm a beszélgetést. És köszönöm a nézőknek is, hogy velünk tartottak, ennyi fért mai adásunkba. Nézzék a Szeged Televíziót, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, nyomják a csengőt, az értesítésekért új tartalmainkról, és keressenek bennünket a Facebookon is. Legközelebb 2 hét múlva találkozzunk, addig is ne feledjék, hogy volna itt egy ország, amiről és amiben beszélgetnünk kell egymással. Viszontlátásra!